A megfelelő festékkel az ember új életre kelthet teljesen élettelen, limlomnak tűnő tárgyakat. Judit be is bizonyítja, hogyan. Teraszra vagy erkére újrahasznosított elemekből is készíthetünk hangulatvilágítást, én most ezt a biciklikereket fogom használni. A festendő fémfelületről távolítsuk el a pergő rozsdát csiszolással, vagy ha szükséges, drótkefével. A fémfesték megfelelő tapadásához alaposan zsír és pormentesítsük a felületet. Ezután ecsettel, vagy nagy felület esetén hengerrel vigyük fel a festéket közvetlenül a felületre, amihez alapozó használata nem szükséges. Legalább 2-3 rétegben vigyük fel a fémfestéket, az egyes rétegek között tartsuk be az előírt száradási időt. A felfüggesztéshez használjuk acélsodronyt és szorítókat, melyeket a kerék 3 pontján rögzítünk. A kerékre kerülő mécseseket fűzzük drótra, melyeket a kerék küllőin bújtassunk át. Ne feledkezzünk meg az eszközök tisztításáról sem. A munkálatok után mossuk ki alaposan az ecsetet oldószerben, majd rögtön töröljük ki szárazra azt egy rongy segítségével. Így az ecsetet máskor is tudjuk majd használni. Amint látható, erre a megoldásra növényeket is akaszthatunk. A rovatot támogatja a lazurán és a trinát.